Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, jön egy kis Warframe, Sarin. Végre beszélgessünk Sarinról, azért is voltam ennyire csöndbe mostanáig, mivel hogy vártam, hogy mi lesz, mikor véglegesítik esetleg a változtatásait, és mostanra már úgy néz ki, hogy igen, hogy véglegesítve van, persze azért egy kis sóval ki tudja, hogy mi, hogy lesz, a jövőben megeshet, hogy még fog lenni rajta változás, de egyelőre ez eddig, ami most van, jelen állapotában a szerint elég stabilnak látszik, és azt hiszem, hogy felvette esetleg azt az irányt, ahova Digital Extreme szerette volna beütni a szerint, mégpedig ugyebár egyre inkább és érezhetően fogják és módszeresen iktatják ki a játékból azon képességeket, illetve Warframe képességeket, ugye, amelyik arról szólnak, hogy állj egy helybe és nyomjál meg egy gombot, tehát ultizgass, és akkor már győztél is című történet. Minél inkább bele akarják foglalni a fegyverharcot, a kardozást és ezeknek a technikáit. Nem csodálom, hiszen most már, hogy az árkének oly könnyen elérhetőek az Eidolonokkal, új árkéneket hoztak be Zavokra, új árkéneket hoztak be Tenókra, és konkrétan azt kell, hogy mondjam, például az új Sarin hihetetlenül jól működik bármelyik új árkénnel, hogyha úgy mondhatjuk, és az árkének szinte, hogy már ez szükségletté váltak ahhoz, hogy hozzáadjuk ezeket a Warframe-ekhez. Ha nem tudod, hogy miről beszélek, akkor nézd meg a Cetus Guide nevű videómat, és ott így ankompletten össze van foglalva, és konkrétan minden, ami újdonság bejött a játékba, arról szól, hogy egy összképet adjon a kütyük, a fegyverek, a kardok és a warframe-ek között, és ne csak az legyen, hogy állsz egy helybe és kardozol. És úgy gondolom, hogy a Sarinnál ezt jelen pillanatban tökéletesen nyélbe ütötték. Kivéve, hogyha egy csapat kombinációval mész. Szóval, hogyha úgy gondolom, hogy egy csapat kombinációval mész, ahol a csapatod türelmes, és felfogja, hogy a Sarin most már egy kicsit lassabban dolgozik, mint régebben, akkor nagyon-nagyon gyorsan rájön az a csapat, hogy a Sarin jelen pillanatában erősebb, mint bármikor, mint valaha volt. Szóval elérték a céljukat azzal, hogyha mondjuk egy random csapattal mész, vagy szólóban, konkrétan nem állhatsz meg egy helyben, mert azonnal le fognak tudni lőni, és a spórák és a miazma együttesen még mindig nem öl annyira gyorsan, hogy ne tudjál damage-et bevenni, tehát rá vagy kényszerülve a 2-es, 3-as képesség használatára, a spórák folyamatos használatára és egy folyamatos mozgásra, Tenó Warframe közti váltogatásra, és valamilyen szinten reménykedsz abban, hogy a árkényei tökéletesen meg tudnak védeni, ameddig meg tudnak védeni. Szóval ez van egy random csapattal. A Sarin még mindig gusztustalanul OP, egy jó csapattal, amelyik összedolgozik, egyszerűen, tehát komolyan úgy gondolom, hogy végtelenségig lehet menni vele. Most már, ha létezik már még endgame a Warframe-ban, akkor úgy gondolom, hogy a Sarin jelen állapotában a simán meg tudja lépni egy csapat kombinációban. Szólóban nem igazán. Szólóban úgy gondolom, hogy tökéletes addig az óráig, másfél óráig. Pont kellemes gameplayt nyújt, valószínűleg utána egy nagy kilódás van, ezt nem tudom, ezt ki kell próbálni, el kell menni odáig. De egy ilyen megfelelő, hogy is mondjam, utat találtak meg vele ebben a mai Warframe-ben, és azt hiszem, hogy ha ezt akarták, nyelbe ütötték. És nehezebb lett vele játszani, de sokkal szórakoztatóbb, hogy úgy mondjam. Most már, hogy is mondjam, beletartozik számomra szerint már abba a kategóriába, mint az Oberon. Tehát így OP, de vigyázni kell vele, mert ha nem figyelsz oda, akkor elesik, de ugyanakkor egy hihetetlenül jó csapat kiegészítő, és egy olyan Warframe-é vált, ami nem tényleg nem, már tényleg nem arról szól, hogy nyomkod az 1-est, vagy éppen a 4-est, és akkor push to win, mert állsz egy helybe, és elpusztul a pálya.
Viszont csapatkombinációban ez még mindig teljes mértékben eljátszható. Milyen változások történtek? Ugye konkrétan így felcserélődtek egy kicsit a dolgok, egyes képesség, korrózívot oszt le az ellenfélre. Ez azt jelenti, bármi, aminek armorja van, el fog pusztulni, mint az állat. Tehát a Greenier és a Corrupted nem fogja ezt szeretni, az Infested némileg ellen tud állni, de olyan gyorsan növekszik és skálázódik a sebzés az Infested mennyiség miatt, ami szokott jönni egy Infested pályán, hogy egyszerűen ledarálja őket, tehát frankon ledarálja őket. Szóval ez az egyes képesség. A kettes képesség az ugye hagy maga után egy nyomot, és most már sebességet fog nyerni a Sarin ezután, és a Regenerative Mold nevű augment módját még mindig, főleg most ajánlom szeretettel, ugye ez azt csinálja, hogyha a kettes megnyomod, akkor visszatölt életet a Sarinnak másodpercenként, már nem emlékszem mennyit. Szóval most már egy Regenerative Mold build féleséget teljes mértékben érdemes adni a Sarinnak. A hármas képessége egyszerűen epic lett, és szeretnék egy kicsit ráfókuszálni a hármas képességére. Most már minden fegyverre kihat a toxikus sebzés, de a kardokra kétszeresen, hogyha jól emlékszem, egyszerűen elképesztő pusztítás lehet a fegyvereiddel csinálni. Az az extra toxikus damage-el az egyszerűen nagyon durva, ahogy szétszed bármit, és ami jó benne, hogy a gyengébb fegyvereket, amit eddig nem használtál, de szerettél volna, mert hogy fun és a többi, egyszerűen pusztítóvá teszi őket, és mindezt spékeld még meg egy adarza kavattal. Adj mellé egy adarza kavatot, nyomd el a hármas képességet, és egyszerűen darálni fogsz. Elképesztő, hogy milyen eredményeket lehet elérni. A hármas képessége a Sarinnak egyszerűen lenyűgöző lett az ebből a szemben, hogy konkrétan dupla sebzéskardra és már a lövő fegyverekre is hatással van, és ezt még fokozza azzal, hogy a társokra is ráosztja ezt a sebzés bónuszt. Szóval egyszerűen elképesztő. A 4-esnél ugye korrozív helyett most már viral damage-et dílel, úgyhogy hölgyeim és uraim, bármi, aminek élete van, viral damage-re érzéken lesz, bármi érzéken lesz. Szóval hogyan sorolhatnám be a Sarin frakciókat, tehát egyes képességre nagyon támaszkodhatsz, hogyha armoros enemikkel mész, a hármas képességre, illetve a kettes képességre nagyon támaszkodhatsz, hogyha korpusz ellen mész, illetve infested ellen mész, a kettes képesség és a hármas szint úgy, és infestednél még közben jön az a bizonyos viral is, már hogyha azon egy bizonyos enemik infestednél vissza nem fogják annak a damage-ét. Szóval, hogy őszinte legyek, sok-sok mozgás, sok-sok képesség használat, és a Sarin egyszerűen elképesztő lesz ebből a szempontból. Így látom én ezt a feldolgozást. Valahol kicsit sajnálom, hogy elment a régi Sarin, természetesen a legelső reworkjét is nagyon sajnáltam, hogy elment, mert az konkrétan az volt, hogy nyom meg a 4-est és kihal a pálya. Most már egy kicsit többet kell mozogni a Warframe-ben, és hogyha nagyon sokáig akarunk elmenni, akkor egy csapatkombináció kell, haverok kellenek, és egy megbeszélt taktika, amit folyamatosan követ az a bizonyos csapat, és ez Sarin esetében jelen pillanatban nagyon is igaz, szóval egy olyan csapat kell, aki mondjuk Sarint fel tudja buffolni, hogyha arról van szó, hogy Sarin legyen a damage-es, fel tudja buffolni, és türelemmel áll hozzá az a dolgokhoz, tehát kell egy nagyon-nagyon CC, tehát tömeg szabályozó karakter egy WoW-ban, most mondtam valamit, ha mondjuk Infested esetében van, és ami dobálja a hálókat, kell egy buffer, Rhino, most mondtam valamit, és egy kis türelem, mert Sarin intézni fogja, és hogyha egyszer felskálázódik az a bizonyos sebzés az egyes képességnél, az egyszerűen elég gyorsan nagyon-nagyon pusztítóvá tud válni, hogy őszinte legyek, és a jó dolog, vagy rossz dolog, kinek mi, még ebben az egész történetben, az, hogy az egyes képesség, ráosztod az enemine, ugye megjelenik a számláló a jobb alsó sarokban, és a számláló minél nagyobb, annál nagyobb sebzésdíj lesz, de ha nincs enemi, amire rászórja magát, ez a bizonyos spóra, akkor elkezd folyamatosan visszafelé csökkenni, tehát nagyon gyorsan csökken visszafelé, szóval a sebzésed is, amit legközelebb ráosztasz a következő enemire,
kisebb lesz, sokkal kisebb, és akkor várni kell, hogy felskálázódjon. Felskálázódni is nagyon jól tud, hogyha kurva sokan vannak körülötted, de annyira gyorsan ledarálja az enemit, hogy egyszerűen szinte mindig előről kell kezdened a spórák felépítését. Jó is, rossz is. Nyílbeütötték. Teljes mértékben néztem a devet, anno is beszélgettek a reworkjéről, és a srác, aki reworkölte a szarint, így az elképzelést, így tökéletesen nyélbeütötte azt az elképzelést, amit akart. Ahol kellett, egy nerföt kapott, és ahol kellett, egy hihetetlenül buffot kapott, és ugye arra gondolok, hogy csapatszinten a szarint legyőzhetetlen, és egyszerűen pályapusztító lehet minden szinten, hogyha van egy megfelelő csapat, aki meg tudja őt védeni minden szinten a szarint. Pusztítás fog tudni hozni, az egyszer biztos. Nos, srácok, modolás tekintetve valami ilyesmit hoztam össze néktek. Ami a modolását illeti a Sarinnak, úgy gondolom, hogy nagyon fontos számára, hogy sok range-et kapjon, ezért is fókuszáltam rá a lehető legtöbb range-re. Ugyanakkor egy ideálisnak tűnt egy 200% körüli sebzés, hogy megfelelő gyorsasággal skálázódjon, illetve megfelelő erővel skálázódjon az a bizonyos egyes képesség, és az időről természetesen nem megfeledkezve a kettes képesség miatt, illetve a hármas képesség miatt, ugyanis most nagyon-nagyon sokat fogod használni. Emiatt természetesen némileg energia szükségesebb lett a drága kicsike, egy Arcane Guardian, egy Arcane Energize-zal, ami még nem is fullos, próbáltam kiegészíteni, de az Arcane Energize helyére konkrétan akármi lehet, akár egy Arcane Fury is, hogy a kardodat még erősebbé tegye egy bizonyos után. Van egy beraksz egy zavot, amivel egy újabb Arcane megy, az Exodia Force például, ami konkrétan extra sebzést ad a kardodnak. Ez lett volna az egyik, ez a csapat alapú build, ami arról szól, hogy menjünk, és lehet vele szólózni, és félértés ne esik, csak nem olyan szinten, mint azzal, amit most akarok mutatni. Szóval csapat alapú build, és inkább arra van, hogy legyenek körülöttek társak, viszont a szólósabb buildre egy ilyesmit találtam volna ki, még több idő, a Regenerative Mold nevű képesség. Quick thinking, konkrétan azért, ugye, hogyha bekapsz egy halálos lövést, akkor azt az energiádból vigye el, azért is van több energia, amit látjátok 850, rage, hogy töltődjön vissza az az energia, ha arról van szó, úgyhogy egy e-féle kombinációt találtam ki arra, hogy szólosabb, hogyha egyedül vagy, hogy egy kicsit több legyen neki a túlélési képessége, és természetesen a tenomba is emiatt használom az élettöltő árkéneket, szóval név szerint akkor már mutassuk meg azt is, hogy már itt legyenek. Szóval Magus Vigor és Magus Nor, és mind a kettő életet tölt konkrétan, és ezeket használom a Tenova, úgyhogy nagyon sűrűn egyre jobban állok át arra kombinációra, hogy Tenov Warframe váltogatás a harcok közben, és emiatt egy jó dolog, mert kiiktathatom a harcból az olyan fölösleges modokat, mint a Lifestrike például a kardokból, mert a Tenovval meg tudom magam menteni című történet, úgyhogy alakulgat ez a Warframe valahova, valami jó irányba, és türelmesnek kell lennünk, és ki kell várjuk azt, hogy hova fog még ez alakulni. De ennyi lett volna ez a videó, srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, Discord szerverünk, ennek a videónak a leírásában megtaláljátok, bárki csatlakozhat halál nyugodtan, a klánunkba is lehet csatlakozni halál nyugodtan, csak jelentkezzetek, link ennek a videónak a leírásában, kérdéseket várom a kommentekbe, vagy Facebookon, kihol szeretik, köszönöm a figyelmet, sziasztok!